Súlyos harcok dúlnak a kelet-ukrajnai Bakhmut város központjának ellenőrzéséért. Az orosz Wagner csoport rohamosztagai több irányból támadnak, hogy megpróbálják áttörni az ukrán védelmet és előre nyomuljanak a központi körzetekbe, mondta Olekszem Szirszki, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka. Eközben jelentős veszteségeket okoznak az ellenségnek. A Wagner zsoldos csoport alapítója elismerte, hogy heves ellenállásba ütköztek, mert az ukránok folyamatosan újabb egységeket küldenek csatába ellenük. Jevgenyi Prigozsin azt mondta, a helyzet nehéz, nagyon nehéz, az ellenség minden méterért harcol. Minél közelebb kerülünk a város központjához, annál nehezebbé válnak a harcok. Az ukránok végtelen tartalékokat vetnek be, de mi nyomulunk tovább. A Bakhmutért folyó csata a leghosszabb és legvéresebb a konfliktus kezdete óta. Az orosz erők nyár óta próbálják bevenni a Donyecki terület kulcsfontosságú városát súlyos veszteségek árán. Bakhmut az ukrán ellenállás jelképévé vált. Az orosz invázió előtt 70 000 lakosa volt. Manapság romváros csupán.